kell mondani. Amit kell. Köszönöm. Köszönöm. Ajándék jár a vizsgálatért a Szent István utcai gyermekorvosi rendelőben. A felvételeken látható kislánynak fülpanasza és hőemelkedése volt a napokban. Legtöbben azonban más típusú tünetekkel, megfázásos panaszokkal, erős köhögéssel, vírusos fertőzéssel érkeznek Újhelyi János főorvoshoz. Mint mondta, a megbetegedések száma a gyermekek körében már a szeptemberi iskola kezdést követően növekedésnek indult, az elmúlt napok lehűlését követően pedig még többen fordulnak orvoshoz. Elég sok betegem van, de azt állítom, hogy a nagy járvány azért még nincsen. Tehát vannak kitüntetett napok a hétfő péntek, amikor sok beteg van, de még tömeges betegségről nincsen szó. Most a napokban már érzékeljük, hogy hűl le a levegő, ugye, és ilyenkor beindul a fűtés, egy kicsit még összébb húzódnak az emberek a családba is, meg a közösségbe is. Szinte biztos, hogy egy héten belül megnövekszik a betegek száma, és senki se gondolja, hogy elfelejtettük a Covidot, mert az is van, meg elfelejtettük az influenzát, az meg lesz rövidesen. Újhelyi János hozzátette, ha ezekre a légúti betegségekre időben nem figyelnek, bakteriális felülfertőzés alakulhat ki. Arcüreggyulladás, hörkhurut vagy tüdőgyulladás esetén pedig már komolyabb antibiotikumos kezelésre lehet szükség. A gyermekorvos azt javasolja, már a legapróbb tünetek jelentkezésekor javasolt kerülni a közösséget, és érdemes ilyen esetben maszkot is viselni, azzal ugyanis jelentősen csökkenthető a kórokozók bejutásának mértéke a szervezetbe. Ha most megnézzük a dél-kelet-ázsiai országoknak a téli hátszokásait, ott mindenki hordja már évek óta, meg évtizedek óta a maszkot, az egy nagyon kiváló dolog, mert megszűri a kórokozókat. Nem teljesen, de nem mindegy, hogy valaki milliárd vírus kap el egyszerre, vagy 200-at. Tehát ez érdemes megkerülni a nyilvánvaló betegeket, mert hogy akkor jön is az, amit nem szeretnénk, megint földúsul, és nem tudjuk, hogy ez a két szezonális vírus, a Covid meg az influenza most ebben az periódusban, vagy ebben az idénben mit fog hozni. Nem tudja senki. Van új variáns, egyelőre szelíd, de erről írás nem fog kapni senki se, hogy ez szelíd marad. Járvány egyelőre tehát még nincs, a gyermekek rendszeres vizsgálata ugyanakkor akkor is indokolt, ha még nem jelentkeztek tünetek, emelte ki Újhelyi János. A főorvos hozzátette, rövidesen elérhetővé válik az ingyenes influenza elleni oltóanyag. Emellett pedig érdemes figyelemmel követni a koronavírus esetleges új variánsainak erősségét is, és kikérni a házi orvos véleményét arról, érdemes-e újabb oltással védekezni a Covid ellen.